Én a gimnázium osztálytársaimnak játszottam. Nem rockzenét. Az én eszmélésem az ott kezdődött, amikor azt mondtam magamban, hogy hát jó, hát milyen jók ezek a dalok, milyen jól működnek, hát ebben tényleg lehetett csajozni, tehát abszolút jó működött az egész, de hát azért ebben még többet is bele lehetne képzelni, tehát azért lehetnének jobbak a szövegek. És nekem akkor folyt az ismerkedésem éppen a József Attilával, és ott felfedeztem egy-két olyan dalszerű szöveget, hát mondom, ez milyen jól hatna, hogy ezt a Konzsuzsa énekelni, mondtam én magamban, hogy hát mennyivel nagyobbat lehetne dobni vele. Tehát ez csak egy ilyen hozzátétel lett volna, és akkor kezdtem el kipróbálni ezeket, hogy na most akkor én eléneklek egy ilyen verset, és működött. Az osztálytársaim ezt is elfogadták. A bolhási kertek alatt tata, de sok után vannak a gatata. Minden legény egy csimár, ilyen az babáján gyártata. Néked rózsám úgyis mindegy, tata, aki te elvetted el meg, tata. Legyen szőke, legyen barna, megáll a te szemed rajta, tata. Na most az erdélyi anyag, ami ugye főleg a széki zene volt az élharcos ennek az egésznek, az erdélyi anyag akkor lett körülbelül ismert, és hát Kallós Zoltán bizonyította be, aki benszülöttként ismerte már gyerekkorától ezt az egész közeget, hogy ho-ho, álljon meg a menet, hát itt ez az anyag, ez létezik, ez megvan, az, hogy egyik ilyen nyelven énekli, másik olyan nyelven, ennek teljesen nincs jelentősége. Ez a stílus, ez a gyönyörű barokk zenei hagyományra visszaépülő popzenei stílus, ez él. És ennek a darabjai kezdtek átjönni, ugye a Martinék felvették a kapcsolatot Kallóssal, és a 60-as évek vége felé turista úttal mentek oda, tehát akkor másképp nem is lehetett menni. És áthordozták a Kallósnak a felvételeit, és akkor egyik ámulatból a másikba estünk, hogy az milyen szép. Ez egy másik Magyarország, amiről mi beszélgetünk, de ez mindig jelen volt. Igaz, hogy kisebbségben, de most meglepő módon megszaporodott a számuk ezeknek a fiataloknak a révén, hogy hát nem ciki a saját nyelvünkön beszélni, nem kell úgy beszélni, mintha angolok lennénk, de viszont rendesen megtanulunk angolul, mert azért ez már sokkal érdekesebb dolog. Nem muszáj eltitkolni, hogy nekünk van popzenénk, mert van. Válogathatunk is belőle, és azt se kell titkolni, hogy ez Európával összefügg, és ez egy közös európai hagyomány, hogy az identitás tudatunk nem mond ellene Európának, hanem még talán be is tudna segíteni az európai identitás kialakításában, mert nálunk nagyon sok minden megmaradt, és nem úgy megmaradt, fel lett kutatva, el lett rakva szépen, rendszerezve, és az eredményei ki lettek magozva. Tehát itt a magyar néprajztudomány azért egy akkorát dobott, amiről kicsit többet kéne itt belül is beszélni. Ez egy világméretű és nagyon nagy jelentőségi dolog. Szemben a mindenféle trendikkel, a jövésmenéssel, amik ma is mennek a világba. Szóval ez egy időtálló munka volt, amit ezek az emberek elvégeztek, és ennek a folyamatnak a részesévé válni, én szerintem megtiszteltetés. Azt mondják, hogy poros, poros, vagyok, azért, mert